Szupergyors internet, több mint 600 millió forint értékű internetszolgáltatási végpontot adtak át Tégláson. Csökkent a munkanélküliség, egy év alatt 30%-kal lett kevesebb az álláskeresők száma megyénkben. Egekben az alma ára, akár 500 forintot is fizethetünk egy kilogramm gyümölcsért. Több mint 600 millió forint értékű az az internetszolgáltatási végpont, amelyet ma adtak át Tégláson. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A téglási beruházás egy 50 milliárdos fejlesztés része, amelynek köszönhetően a szupergyors internet program az egész ország területén elérhető lesz, mondta a rendezvényen az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár. Karákos hozzátette, hamarosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is várhatók hasonló fejlesztések. Napjainkban az internetes technológiákat körülbelül 4 milliárdnyian használják személyes, illetve üzleti célokra, többek között információkeresésre, szolgáltatások és áruk megrendelésére, kapcsolattartásra. Magyarországon 2007-ben a háztartások körülbelül 38%-a, míg 2015-ben már 75%-a rendelkezett széles sávú internet hozzáféréssel. A kormány számos lépést tett a digitalizáció terjesztésére. Ennek részeként támogatja a digitális jólét megteremtését, elősegítő helyi, civil és szakmai szervezeteket. A szupergyors internet program keretében Tégláson alakítottak ki végpontokat. Azt vállalta a kormány ebben a kormányzati ciklusban, hogy 2018 végére minden olyan magyar háztartás, amelyik ezt igényli, kapcsolódni tudjon a szupergyors internethez. Ez 2 évvel korábban van, mint az uniónak a vállalási időpontja, tehát 2020-hoz képest 2 évvel korábban tudjuk ennek a hátterét megteremteni. Ez egy rendkívül összetett feladat, és egy nagyon nagy beruházás, hiszen az az átadó, ami most itt vagyunk, ez tulajdonképpen egy közel 50 milliárdos programnak a része. Itt ebben a járásban 600 millió forintból körülbelül 5200 háztartás, illetve közintézmény kapcsolódhat majd a szupergyors internethez, és az itteni fejlesztésben az a jó, hogy nem a minimális 30 megabit per szekundumot, hanem tulajdonképpen háztartásanként 1 gigát tudnak igényelni majd az itteni lakosok. A programban jelentős szerepet tölt be az internet előfizetés áfa csökkentése, ami 27%-ról 5%-ra csökkent. Henke Norbert, a téglási beruházást végző vállalat ügyvezető igazgatója kiemelte, a fejlesztés mindenképpen hozzájárul a gazdasági fejlődéshez is, hiszen a gyors kommunikációnak köszönhetően rengeteg idő és pénz megtakarítható egy vállalkozás számára. Ma az országban nagyon sok helyen 5-10-15-20 megás internettel érhető a kevésbé korszerű hálózatokon, amit a cégünk épít a hajdúatházi járásban, GPON, azaz optikai hálózatot, akár egy gigabit per szekundumos internet is elérhető per háztartás. A program fő célja elsősorban az, hogy akik számára az internetszolgáltatás az ár miatt nem volt elérhető, azok kedvezményes alapcsomagot tudjanak igénybe venni. Cibere Béla téglás polgármestere szerint a mostani fejlesztés minőségben nagy ugrást jelent a városnak és a környező településeknek. Amikor üvegszálloptikán keresztül valósul meg ez a kapcsolat, bizony-bizony minőségi nagy ugrást jelentett ez, és rendkívül fontos, hogy amikor egyre többen bekötnek az internethálózatra, egyre többen használják, és nem is tudnak létezni nélküle, akkor bizony ez minőségi szinten történjen meg. Téglás mellett az országban folyamatosan zajlanak hasonló fejlesztések. Hamarosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is várhatóak a szupergyors internet kialakítás célzó beruházások. Egy év alatt 30%-kal csökkent a munkanélküliség a megyében, az álláskeresők száma 8%. Kisebb a közfoglalkoztatásban résztvevők száma is, 29.500 fő kapcsolódik be ezekbe a programokba megyeszerte. A közfoglalkoztatási programban beszerzett mezőgazdasági eszközöket is megmutatta PASZ a polgármester a vendégeknek. Az 1400 fős településen 2010-ben még 250 segélyezett volt, ez mára jelentősen csökkent. A nyári idény munkák alatt alig érje az 50 főt. Eddig ugye 2,5 hektáron gazdálkodtunk, most közel 7 hektáron fogunk, úgyhogy így 80-an lesznek a startmunka programba, és 80-an lesznek a hosszú idejűbe is, viszont a hosszú idejűbe azt meg kell említenem, hogy most más programokat is indítunk, ilyen a illegális hulladéklerakó telepeknek a felszámolása, illetve egy jóval nagyobb területen lesz most már a mezőgazdasági munkavégzés.
Lehet értékteremtő a közfoglalkoztatás, ezt már Minai Győző, a térség országgyűlési képviselője mondta Paszabon, mintapéldának nevezte a településen elért eredményeket. Nagyon hosszú időn keresztül, 2011-től folytatják, és gyakorlatilag egy jó példa a többi településnek is, hogy hogyan lehet az embereket bevonni a közfoglalkoztatásba, hogyan lehet munkából megélni, és nem segélyből. Természetesen tudjuk, hogy ez csak egy átmeneti megoldás, mert az az igazán jó, hogyha az elsődleges munkaerőpiacon helyezkednek el az emberek, de itt megtanulnak, visszavezetjük őket a munkavilágába, megtanulnak dolgozni, képzéseken vesznek részt, és a képzettséggel, képzésekkel el tudnak helyezkedni. A foglalkoztatás a statisztikák szerint is javuló tendenciát mutat. A közfoglalkoztatottak száma is folyamatosan csökken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 29.500 fő dolgozik ezekben a programokban. Az a cél, amelyet a közfoglalkoztatás átalakításakor a kormányzat kialakított, az megvalósul, vagyis hogy a közfoglalkoztatás az nagyon sok embernél egy átmeneti foglalkoztatási forma legyen. Ezt nagyon jól mutatják a megyei számok. A 2016-ról, hogyha 2017. évet nézzük és ahhoz hasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy egy év alatt 30%-kal csökkent a megyében a munkanélküliek száma. Ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkanélküliségi ráta az 8,7%, és ez a növekmény jelentős részben a munkaerőpiacon keletkezett munkahelyekből adódik, és nem a közfoglalkoztatásnak a további bővítéséből. Tehát én azt látom, hogy az elmúlt években egy nagyon komoly gazdasági fejlődés megindult a megyében. Ennek a gazdasági fejlődésnek fontos eredménye az, hogy egyre több ember munkájára van szükség, és én azt gondolom, hogy ma már Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos viszonylatban sem a legrosszabb állapotban, a legrosszabb helyzetben van a foglalkoztatás tekintetében, sőt a számok azt mutatják, hogy mind Észak-Alföldi, mind pedig észak-magyarországi viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ma már az élen van. A közfoglalkoztatottak száma 3 évvel ezelőtt körülbelül 20%-kal volt magasabb, mint most. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ők azok a versenyszférában dolgoznak. A téli időszak alatt pedig 4000 ember szakmát is tanul a megye 131 pontján. A cél az, hogy olyan képzéseken vegyenek részt az emberek, amiből szakember hiány van, így ők is könnyebben el tudnak majd helyezkedni. Akár az 500 forintot is elérheti az alma kilónkénti ára. 2017-ben az Európai Unió almatermése megközelítőleg 12 millió tonnáról alig 9,5 millió tonnára csökkent. A szakemberek terméshiánytól tartottak. Azonban az alma ára rohamosan elkezdett nőni. Lengyelországból folyamatosan hozzák Magyarországra a gyümölcsöt, így a magyar termelők jelenleg a túltermeléssel küzdenek, ráadásul a magas árak hasznából semmit nem érzékelnek. Tavaly ősszel arról szóltak a hírek, hogy a lengyel almát jelentős mértékben károsította a fagy, így az ottani termést főként léalmaként tudják majd értékesíteni. Ez jelentősen megnövelte a magyar léalma árát is, a tavalyihoz képest majdnem duplára lehetett azt értékesíteni. Ezért kevesebb étkezési almát tároltak a termelők. A fagykárok ellenére idén mégis jelentős mennyiségű étkezési almát tudnak behozni az áruházláncok Lengyelországból. Valami megmozdult itt a piacon, de az árakban, a felvásárlási árakban nem érkezett el ez az áremelkedés a gazdákhoz, mint amiket tapasztalunk mi is az áruházakban. Úgy halljuk az információk szerint, hogy 400 forint alatt már nem nagyon kapni az áruházakban a almát, és a 120-150 forintos felvásárlási ár, amit a hűtőházakban kínálnak, az túl kevés, és valóban mi is kutakodunk azután, hogy hol duplázódhat meg. Nem csak az Agrárgazdasági Kamara, a termelők és a vásárlók sem értik, miért nőtt ilyen hirtelen és ilyen mértékben az étkezési alma ára. A lengyel almák nagy mennyiségű behozatala pedig tovább súlyosbítja a problémát. Ezzel azt fogjuk elérni, hogy az üzletláncokban olyan áron kínálják kivételesen az almát, hogy már nem almát fognak vásárolni, hanem más gyümölcsöt, és akkor még inkább itt marad a hazai termelők nyakán. Az az alma, amit úgy gondoltunk össze, hogy kevés lesz a hazai piacnak is. A jelenlegi enyhe időjárás a szakemberek szerint nem árt az idei almatermésnek. Éppen ellenkezőleg, nagyon jó állapotban vannak az ültetvények. Ha idén nem lesz a tavalyihoz hasonló fagy, akár csúcstermésre is számíthatunk. A
A családok körülményeinek javításáról és ezek feltételeiről tartott sajtótájékoztatót az MSZP Nyíregyházán. A párt megyei szervezetének alelnöke Csabai Lászlóné kiemelte, ennek három pillére a biztonságos munkahely, a jó oktatás, kulturális és egészségügyi szolgáltatás, valamint a megfizethető lakhatás. A párt programja ez utóbbira nagy hangsúlyt fektet. Csabai Lászlóné elmondta, az önkormányzati bérlakások felújítására, a magánlakások szigetelésére és korszerűsítésére otthonfelújítási alapot hoznának létre, és bevezetnék a lakbértámogatási rendszert. A megyei alelnök hangsúlyozta, az MSZP legutóbbi kormányzása idején a panelprogram keretében a lakásállomány kétharmada, vagyis 16 ezer lakásból közel 11 ezer újult meg. Ezt is folytatnák a komplex lakhatás segítő programjukba. Az egy eleme csak, hogy a panelprogramot folytatni akarjuk, de talán most fontosabb arról beszélni, hogy az elmúlt 15 év bebizonyította, hogy bérlakásépítés nélkül nem lehet a rászoruló réteg lakásgondját megoldani. Bérlakásépítés az részben szociális, részben pedig munkaerő foglalkoztatási problémát is megold. Ezért a következő 4 évben, amennyiben kormányzati pozícióba kerül a szocialista párt, 40 ezer bérlakás építését tervezzük. Ez évente annyit jelent összegben, mint amennyibe a kormány várba költözése kerül, vagy például amennyibe a Puskás stadionnak a költsége. De ezzel több ezer embernek lehet normális életvitelnek megfelelő feltételeket biztosítani. A nyíregyházi törvényszék másodfokú tanácsa felmentette M. Csilla vádlottat az ellene hűtlen kezelés büntette miatt emelt vád alól. A vádlott 2012. áprilisában egy nyíregyházi egészségügyi intézmény vezérigazgatójaként közbeszerzési eljárás keretében orvosi gázokat beszállító cégeket versenyeztetett, amelynek során a korábbi beszállítóknál lényegesen magasabb áron szállító céggel kötött szerződést. A vádottat korábban az elsőfokú bíróság 1 év börtönbüntetése ítélte, amelynek végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette, illetve 3 évre eltiltotta attól, hogy gazdasági társaságokban vezetői tisztséget töltsön be. A másodfokú eljárás során beszerzett szakértői vélemény alapján a törvényszék megállapította, hogy a közbeszerzési eljárásban kihirdetett nyertes pályázat ellentmondásos volt, és összességében nem tartalmazott kedvező feltételeket, mint annak a cégnek az ajánlata, amellyel az intézmény szerződést kötött. A bíróság a vádlottat az ellene emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette. Az ítélet nem jogerős. Hirdetem a nyíregyházi törvényszék ítéletét. A jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt a vádlott ellen indított büntetőben a nyíregyházi járásbíróság 18.964/2015/24. számú ítéletét megváltoztatja. A vádlottat az ellene hűtlen kezelés büntette miatt emelt vád alól felmentik. Az egész országra kiterjedő hősképzést indít az Országos Mentőszolgálat. Ezentúl az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztés oktatáson, valamint gyakorláson vehetnek részt a megyeszékhelyek mentőállomásain. Meggyőződök arról, hogy a helyszín biztonságos, egyéni védő felszerelések, hogyha vannak használjuk, menjünk oda, térhetek rá. Jó napot kívánok, segíteni szeretnék! Nem válaszolt, nem reagált. Segítség, jöjjön valaki! Az újraélesztés lehetőségei a rászorulótól, a segítők képzettségétől és a körülményektől függően eltérőek lehetnek. De a cél közös. Visszahozni az illetőt a klinikai halál állapotából. Ebben az esetben, ha valami káros lehet, azaz, ha nem teszünk semmit. És a segítség is csak akkor lehet hasznos, ha az újraélesztés néhány alapszabályával tisztában vagyunk. Ennek érdekében az Országos Mentőszolgálat az egész országra kiterjedő hősképzést indít, melynek célja, hogy az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenesen újraélesztési oktatáson és gyakorláson vehessenek részt. Igazából azt kell látni, hogy Magyarországon
több ezer ember hal meg közterületen, amikor is ugye a laikusok, hogyha a helyszínre mennének, sietnének, és lennének annak a tudásnak a birtokában, hogy megkezdhetnék az újraélesztést, mindaddig, míg ugye a mentők vagy egészségügyi szakember a helyszínre nem érkezik. Tehát gyakorlatilag ez azt szeretnénk ezzel elérni, hogy minél többen vegyenek részt ebben a képzésben, ebben a kezdeményezésben, hogy embertársunkon, bajba jutott társunkon minél hamarabb segítségnyújtás lehessen. Ha valaki szeretné megtanulni az újraélesztés biztos protokollját, mindenképpen érdemes a szakemberek segítségét kérni, hiszen a rosszul megtanult újraélesztési technikával problémát is okozhatunk. Hiés György kiemelte, a képzés nincs korhoz kötve, bárki jelentkezhet. Nincs korhoz kötve, értelemszerűen azért kell egyfajta minimális fizikai erő, hogy azt a mellkast összenyomjuk. De én azt gondolom, hogy ha részt vesznek esetleg akár olyan fiatalok is, akik magát a metódust, tehát magát a folyamatot is el tudják, vagy esetlegesen a segélyhívás, mint olyat elsajátítják, már azzal is előrébb vagyunk, hiszen akkor megfelelően időben és hamar észlelve segítséget tudnak kérni a helyszínre. A képzéseken minden hónap utolsó hétfőjén vehetnek részt az érdeklődők és a tanulni vágyók a nyíregyházi mentőállomáson. Negyven iskola 225 tanulója állt rajtkőre Nyíregyházán a 3., 4. és 5., 6. korcsoportos úszás Diákolimpia megyei döntőjén. A számok győztesei bekerültek az országos fináléba, melyet március végén rendeznek Hódmezővásárhelyen. Az úszóversenyeken megszokott zsivajtól volt hangos szombaton a sóstói 50 méteres medence környéke, ugyanis 3 korcsoport versenyzői mérték össze tudásukat a Diákolimpia megyei döntőjében. Az általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint középiskolások álltak rajtkőre ott, ahol valamikor a jelenlegi sportért felelős államtitkár, az olimpiai ezüstérmes Szabó Tünde is készült a versenyekre. Ez az esemény ez azért nagyon fontos, és azért nagyon jó, hogy ilyen sokan el tudtak jönni, mert képviselhették mindazt, ugye a közegüket, az iskolát, a pedagógusokat, akik mindig segítették őket ahhoz, hogy egészségesen mozgásgazdagon élhessenek. És ugye a sportága, az úszás sportága a világ egyik legnépszerűbb sportága. Ehhez is méltó közeget, feltételeket kell teremteni. Nagyon fontos, hogy itt a megyéből ennyien több száz gyermek itt van, vagy diák itt van. Tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon fontosnak tartják a mozgás szeretetét, és az iskolák is, mert hogyha ők nem támogatják azt, hogy sportoljanak a gyerekek, akkor bizony nem lesznek utánpótlás korosztályaink, nem lesznek élsportolóink. Mindig megkérdezik tőlem, hogy melyik a fontosabb, a szabadidősport vagy az élsport, és hangsúlyozom, hogy minden gyermek sportoljon, ezáltal lesz utánpótlás korosztályunk, ezáltal lesz élsportolónk, és ezáltal egészségesebben fogunk élni. A megyei döntő 40 iskola 225 diákja indult. A nevezések száma 409 volt, mivel sokan több számban is rajtkőre álltak. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen népszerűségnek örvend az úszósport. Valóban az évkezdet az mindig a január az úszással telik. Máté Szalkán volt már a megyei döntő, az úszásnak a kisebbek döntőszakot, és most itt vagyunk Nyíregyházán, nagyon jó körülmények között, elektronikus időméréssel, ami azt hiszem, hogy egy külön motiváció a gyerekeknek, hiszen azért ilyennel nem mindig találkoznak. A megyei döntőn győztes versenyzők bekerültek az országos fináléba, amelyet március végén rendeznek Hódmezővásárhelyen. Az Ibrán csapata nyerte az 5. Nyírerdő Kupa teremlabdarúgó tornát. A nyíregyházi Filó foci csarnokban lejátszott 8-as döntő fináléjában Madalina György együttese 1-1-es döntetlent követően 7 méteresekkel múlta felül a Nyír Gyulajt. A 3. helyet az Újfehér Tó szerezte meg, a 4. helyen pedig a Tiszavasvári végzett. 35 megyebeli csapat vágott neki az 5. Nyíregyházi kupa küzdelmeinek. A 6 csarnokban lejátszott első kört követően 24-en maradtak, majd egy újabb forduló után 8 gárda lépett tovább. Az alacsonyabb osztályú együttesek között népszerű felkészülési torna döntőjének a nyíregyházi Filó foci csarnok adott otthont. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem lehetett panasz sem a játékra, sem a hangulatra. Elég sokan vannak ezen a teremdöntőn, minden csapattal jöttek szurkolók, jó hangulatot teremtenek, azt hiszem, hogy akik évek óta neveznek, azért ott nagy népszerűségnek örvend, és ha belegondolunk, hogy majdnem minden negyedik csapat nevez a megyéből, sőt, ugye a megye egyeseket annyira ez a kispályás felkészülés annyira nem mozgatja meg, inkább ők ugye a nagypályás műfűesre neveznek, de minden 3. csapat nevez a megyéből, ha a megye 2, megye 3-at nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy elég népszerű, és hát szeretnek futballozni, a nagypályások is szeretnek kispályán játszani, mellette is kispályáznak, nagyon sok kispályás menő jár.
játékos találhatóit meglepetésre, vagy annyira nem is meglepetésre, egy megye hármas csapat a napkor is bejutott, sőt, a nap első mérkőzésén nagy meglepetésre megverte az Apagyot, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagy népszerűségnek örvend ez a teremfoci. Madalina György tavaly a Rakamasz csapatával tölte meg a Nyír Gyula győzelmi sorozatát, idén pedig az Ibrány edzőjeként volt ott a döntőben. A szakember szerint a kispályás meccsek is segítséget nyújtanak abban, hogy megfelelően felkészüljenek a nagypályás szezonra. Mindenféleképpen jó szolgálja, mert a versenyszellemet ilyenkor földobja. Azt a monoton melót, amit végzünk hétközben, szerencsére az időjárás jó, úgyhogy elég komolyabb munkát is tudunk végezni. Annyi zavar van csupán csak, hogy tegnap is játszottunk a nagypályás tornán, és úgy látom, hogy egy kicsit azért megfogott bennünket, fáradtabban mozgunk, mint kellene, de hát ennek az ideje van. A torna döntőjébe végül az Ibrány és a Nyír Gyula jutott be. Az Ibrányiak 1-1-es rendes játékidő után 7 méteresekkel 4-2-re legyőzték ellenfelüket. A harmadik helyen az Újfehértó, a negyediken pedig a Tiszavasvári végzett. A torna gólkirálya, a Nyír Gyulai Fekete Gábor lett a legjobb kapusnak, a Tiszavasvárit erősítő Tóth Norbertet, a legjobb játékosnak pedig az Ibrányi Kis Tamást választották meg a szakemberek. Most pedig híradónk végén jöjjenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Több mint 600 millió forint értékű az az internetszolgáltatási végpont, amelyet ma adtak át Tégláson. A téglási beruházás egy 50 milliárdos fejlesztés része, amelynek köszönhetően a szupergyors internetprogram az egész ország területén elérhető lesz, mondta a rendezvényen az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár. Kara Ákos hozzátette, hamarosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is várhatók hasonló fejlesztések. Egy év alatt 30%-kal csökkent a munkanélküliség a megyében, az álláskeresők száma 8%, kisebb a közfoglalkoztatásban résztvevők száma is, 29.500 fő vesz részt ezekben a programokban megyeszerte. Akár az 500 forintot is elérheti az alma kilónként jára. 2017-ben az Európai Unió alma termése megközelítőleg 12 millió tonnáról, alig 9,5 millió tonnára csökkent. A szakemberek terméshiánytól tartottak, azonban az alma ára rohamosan elkezdett nőni. Lengyelországból folyamatosan hozzák Magyarországra a gyümölcsöt, így a magyar termelők jelenleg a túltermeléssel küzdenek. Ráadásul a magas árak hasznából semmit nem érzékelnek. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 30-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk. A hidegfront távozása után éjszakára átmenetileg megnyugszik térségünkben a hűvösebb légtömeg, majd holnap napközben délnyugat felől a magasban már ismét melegedés kezdődik. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél mérséklődik. Reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben rövid, napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég. Csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Megszűnik a hidegfronti hatás, és holnap délután már melegfronti jellegű változás kezdődik térségünkben. Csütörtökön markáns frontrendszer éri el a Kárpát-medencét északnyugat felől. Mindenütt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, egyre több felé elered az eső. A hét második felében csapadékos idő várható. Szombatig döntően eső, de a hegyvidéki területeken és szombaton keleten havas eső, hó is lehet. Vasárnap már szárazabb, de szeles idő valószínű. A hét végére jelentősen visszaesik a hőmérséklet.